Tisztelt ház, arra kérném képviselőtársaimat, hogy a homokozóban ne dobálják annyira a lapátokat, és beszéljünk arról egy kicsit, ami itt van. De azért elhangzottak itt nagyon súlyos dolgok. Tehát, hogyha a Tobin adó európai bevezetéséről vagy annak szándékáról beszélünk, akkor érdemes lenne szint vallani a Fidesz-KDNP-nek is a tekintetben, hogy támogatja-e ezt az adófajtát, egyáltalán spekulánsok elleni küzdelmet, mert az, amit itt elénk rakott, ez nem a spekulánsokról szól, ez nem Tobin adó, ennek köze nincsen ahhoz. Ez egy nagyon érdekes és beszédes önök általi megfogalmazás szerint egy önök adófilozófiája alapján egy adózók között szélesíteni, széles adózói réteget összehozni kívánt tervezet és előterjesztés, amivel egy baj van, hogy önök a magyar állampolgárokat egy minél szélesebb bázison próbálják adóztatni, ugyanakkor kihagynak a közteherviselésből olyan köröket, mint például a multinacionális vállalatok. És e tekintetben nem kiabálhatnak az MSZP-re sem, akik egyébként csúcsra járatták a multik elkényeztetését és behívását Magyarországra, önök ugyanezt folytatják. Azért mondhatom ezt, mert ezt a terhet, ami előttünk van, kiválthatták volna azzal, hogyha megfogják a multinacionális intézmények által évente kivitt 4500 milliárd forintot Magyarországról, ez az adózatlanul kivitt összeg, ennyit visznek ki a multik, mondjuk az informatikai rendszer bérlésére, mondjuk a gyártási technológia kölcsönvételére, mert önök nem szabtak ennek törvényi felső összeghatárt. Az MSZP kormányzat sem szabott ennek felső összeghatárt, de 22 év után talán el kéne jutni oda, hogyha közteherviselésről beszélünk, akkor ne csak a magyar állampolgárok fizessenek többet és többet, hanem a közteherviselés legyen értendő a Magyarországot egyébként kiváló vadászterületként kezelő és gyarmatként kezelő multinacionális intézményekre is. Azt pedig megkérném Fideszes képviselőtársamtól, hogy ne mondjon már olyat, hogy a pénzintézetek fogják fizetni ezt az adófajtát, és önmagát hozza kellemetlen helyzetbe. Az önök minisztere már bebukott ezzel a kijelentéssel. Én megpróbáltam önt kímélni ettől, de látom a válaszából, hogy nem fog sikerülni. Legalább a kísérletet tolerálja, erre nézve. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt ház, Köszönöm türelemmel szépen. Kivártam normál felszólalás lehetőségét. Az ajánlás 4-es, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es és talán a 15-ös pontjához kívánnék hozzátenni pár gondolatot, amennyiben az időm megengedi. Tökéletesen látható az, hogy ez az amúgy menthetetlen javaslat is még javítható, vagy az általa okozott károk csökkenthetők lennének, azzal a módszerrel, hogyha Kis Sándor képviselőtársam által felvetett összeghatárt bevezetnénk a rendszerbe, a tekintetben, hogy legalább a legnagyobb bajban lévő és a legnagyobb szükséget szenvedő rétegeket ne terheljék a továbbiakban olyan adóval, hát nevezhetjük illetéknek, valószínűleg azért nevezték el ezt, hogy az Európai Unióval ne kelljen adóügyi egyeztetéseket folytatni. Én adónak nevezem, a köznyelvben ez így szerepel. Tehát látható az, hogy ha csak egy 50 ezer forintos összeghatár vagy egy még alacsonyabb bekerülne, már a legnehezebb helyzetben lévő rétegeket mentesíthetnénk nagyon sok tehertétel alól. Engem leginkább az zavar, hogy meg az önök alá dolgozó gazdasági szakértők és látszólag a jelek szerint efelé tettek gondolatokat, gondolatkísérleteket, lépéseket, hiszen a pénzcentrum.hu és több más portál hírforrás szerint is a Szél Kálmán terv 2.0 munkaanyagában a banki tranzakciós adó esetében még szerepelt egy 30 ezer forintos értékhatár, pontosan idézem, a 2013 évi költségvetési hiánycél eléréséhez, ez ugye az önök indoklása, elégsége 130 milliárd forint bevétel ebből az adónemből, amelyet 0,1%-os adómértékkel és 30 ezer forintos értékhatár mellett látunk elérhetőnek. Ezt mondták a munkaanyagban elvileg az önök szakértői. Tehát látható, hogy volt szó egy ilyen összeghatár bevezetéséről, valamilyen okból kifolyólag ez aztán elmaradt. És hogy miért veszélyes az, hogy elmaradt? Nem csak azért, mert még jobban terhelik a legszegényebbeket, a legnehezebb sorban élő magyarokat, akikre egyébként az áthárítások is nagyon keményen hatnak, hiszen ha nem közvetlenül fizetik meg ezeket, akkor megfizetik a szegények adója mondjuk a 27%-os áfa által, akkor megfizetik a magasabb üzemanyagköltségek vagy az ebbe beépített adók átterhelése és kivetülése által. Tehát látható az, hogy többszörös elvonással súlyozzák ezen nagyon szegény embereket. De van még egy nagyon-nagyon problémás terület ezzel kapcsolatban, ez pedig a hitelintézeti törvénynek egy idevágó része, ami úgy vélem, és attól tartok, hogy sajnálatos módon döntéshozók figyelmét elkerülte, hiszen ez által is kimondható, hogy a bankok szinte szabadon változtathatják meg a már meglévő számlaszerződések esetében is a feltételek egy részét. Ismeretes ugyanis egy törvény, a hitelintézeti törvényről van szó, mely az infláció mértékén nagyobb változást nem enged meg, de ez nem vonatkozik az utalásokra és a rendszeresként feltüntetett költségekre sem az eddig ingyenes tranzakciók esetében. Tehát látható, hogy elfelejtették azt a törvénymódosítást meglépni, ami kizárná azt, hogy az infláció fölötti mértékben
kerüljön sor olyasfajta áthárításokra, amelyek egyértelműen megint a legnehezebb helyzetben lévő rétegeken csapódnának le. Tehát amikor amellett érvelünk, hogy ezen törvényjavaslattal kezdjenek valamit, amit előttünk van, fogadják be azon módosító indítványainkat, amelyek gyakorlatilag kiveszik ebből a rendszerből a terheléseknek legalább egy részét, akkor gondolkodjanak el azon is, hogy ezen legnehezebb helyzetben lévő társadalmi csoportokat nem csak egy egyszeri terhelés éri ezen tranzakciós illeték vagy adó által, hanem bizony az áthárítások is sokkal erősebben csapódnak le rajtuk, mint azokon, akik mondjuk 30 milliárdos utalásokat foganatosítanak, és ezáltal számukra gyakorlatilag elhanyagolható lenne mondjuk egy 3 vagy 30 ezer forintos díjtétel egy ilyen esetben. Tehát látható az is, hogy lenne mit tenni, de az áthárítások megakadályozása, lassítása, felmérése és monitorozása nélkül lehetetlen eredményt elérni ezen a területen. Addig Márton Attila képviselő úr szavai sem állják meg a helyüket, aki azt mondta, hogy itt bizony a pénzintézetek fognak fizetni. A helyzet az, hogy a pénzintézeteknek bár technikai nehézségeket okoz ez az előterjesztés, a számlát megint csak a vásárlók, a polgárok, az ügyfelek, a hitelesek fogják megfizetni, és még súlyosabb ez olyan időkben, amikor a devizahitelesek helyzete sincsen még mindig rendezve, hiszen még mindig százezres nagyságrendű azok száma, akiket az ingatlan elvesztésének veszélye fenyeget, akik képtelenek törleszteni. Végső gazdaságpolitikai következtetésként és kitekintésként pedig azt kell, hogy lássuk, hogy Magyarország egy olyan gazdasági spirálba kerül, többek között a tranzakciós illetékes adó, a biztosítási adó és társai által, amelyek szinte kizárják a gazdasági növekedést, hiszen egyre összép húzzák a nadrágszíjat, pedig hát azt is látnunk kell, hogy a gazdaság felpörgetése nélkül nem megy, hogyha a magyar polgárok törlesztenek, ahelyett, hogy vásárolnának Magyarországon, mondjuk kis- és középvállalkozók termékeit, vagy akár a vegyesboltban bármi mást, akkor Magyarországon képtelenség gazdasági növekedést felmutatni. Ez csak az elkényeztetett multinacionális cégekre, és csak megszorításokra építve elképzelhetetlen. És azt is látni kell, hogy el fog érkezni nagyon rövidesen az az adózási küszöb, amikor a különböző adófajtákkal további elvonásokat már nem lehet foganatosítani, hiszen nincsen miből. Tehát én azt kérném a kormányzat képviselőitől, hogy gondolkozzanak azon, milyen úton, módon képzelték el a gazdaság felpörgetését. Minket marhára nem érdekel az, hogy a GDP-ben kimutatott mutatószámok tekintetében egyes multinacionális intézmények mennyivel járnak jobban vagy rosszabbul. Minket az érdekel, amiről egyébként ez az előterjesztés szól, hogy az átlagos magyar állampolgár zsebét a lehető legkevesebb terhelés érje, és a közteherviselésbe a lehető legmélyebb fokon vonjuk be azokat az intézményeket, amelyek Magyarországról kiszippantják gyakorlatilag a tőkét, kiszippantják a hasznot, és nem Magyarország érdekében dolgoznak itt, hanem gyarmatként tekintenek hazánkra. Köszönöm.